Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp az indiai számítás szerint. Illetve ez a felvétel két napra szól, augusztus 2-ára és augusztus 3-ára. Az indiai asztrológiában vannak az úgy nevezett jógák. Ezek bizonyos kapcsolatok a nap, a hold és a bolygók között. De nem csak itt vannak jógák, hanem én mutatom nektek az új jógáit, egy újabb gyakorlatot. Ez a gyakorlat erősíti a gyökér csakrát, és erősíti a mi élet erőnket. Tehát mindkét kezet használjuk, a hüvelyk ujjat, a kis ujjat, és a gyűrűs ujjat így összenyomjuk. A mutató ujj és a középső ujj így kifele mutat. Amikor belélegzünk, a három ujjunkat itt középen kicsit összenyomjuk, kilélegeznél elengedjük. És ezt a gyakorlatot csinálhatjuk néhány percig. Amikor belélegzünk, gondoljunk olyan dolgokra, amit szeretnénk elérni. Amikor kilélegzünk, azt, amitől szeretnénk elbúcsúzni. Tehát itt erősödik a gyökércsakra és az életerő. Mutatom a gyakorlatot. Tehát ez volt a gyakorlat. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a csillagok. Az indiai számítás szerint a hold a szűz jegyében van. Ez kihat most a napokra. Itt tisztázódik valami, rendeződik valami, ennek van gyógyító hatása is. Mars bolygó a kos jegyében van, itt jól érzi magát, hiszen uralkodik a kos jegye felett. Vénusz bolygó az ikrek jegyében van, a levegő elemében. Mars bolygó és Vénusz bolygó között van egy harmónia, hiszen a kos jegye az a tűz eleme, és az ikrek jegye a levegő eleme, és a tűz eleme és a levegő eleme barátságban áll egymással. Megvan a harmónia a férfias és a nőies energia között. Ez kihat a párkapcsolatra. A hold olyan távolságban van, ami Mars bolygónál, tehát a férfiaknál bizonytalanságokat vált ki. Nem tudják, mit hogyan kellene rendezni. A hold a szűz jegyéből kihat ránk hölgyekre, tehát a Vénusz bolygó energiájára, az ikrek jegyére, itt megvan a belső feszültség. A hold az jelenti az érzelmeket is, vagy anyai témákat. Lehet, hogy vannak problémák az anyukával, vagy nem tudjuk kimutatni az érzelmeinket, vagy nem tudjuk elfogadni másoktól az érzelmeket. Az indiai asztrológiában van egy másik horoszkóp is, ami arra utal, mi hogyan alakul ebből az energiamezőből, tehát utal a jövőre. A Vénusz bolygó a horoszkópban, tehát a napi horoszkópban az ikrek jegyében van, de ebben a úgynevezett hátsó horoszkópban, ahogy a dolgok alakulni fognak, akkor már Vénusz bolygó az a bika jegyében van. Tehát kell a biztonság érzete. Az alaphelyzet az, hogy megvan nálunk hölgyeknél a könnyűség, a levegő eleme, de mégis úgy belülről kell számunkra a biztonság érzete. Azon kívül itt van egy kétú hatás, tehát jönnek az emlékek a múltból. A Mars bolygó
ennél a horoszkópnál, ahogy az események majd alakulni fognak, ebben a második horoszkópban a Skorpión jegyében van, tehát ők érzékenyen reagálnak, vagy megvan náluk az igény egy szexuális kapcsolatra, hiszen a Skorpión jegye uralkodik a szexuális témák felett. Náluk is van kármikus téma, de ők keresnek egy új irányt, egy új lehetőséget, egy kiutat. Mivel a Skorpión jegye és a Bika jegye szemben áll, itt tükröződni fog a napokban valami a párkapcsolatot illetően. Ami még fontos, hogy legyen meg a belső egyensúly. Az arany középút, ne túl sokat, ne túl keveset. Mi hölgyek ragaszkodunk valamihez vagy valakihez, szeretnénk megtartani, a férfiak viszont keresik a testi kapcsolatot, vagy érzelmekkel közelednek. Mindkettő jó, de kell a középút. A hold augusztus 2-án a haszta holdházban van, ami lefordítva kezet jelent, tehát kezünkbe kell venni a dolgokat. Augusztus 3-án áttér a Sitra holdházba, és az annyit jelent, mint egy építész. Itt kiépül valami. 3-án indíthatunk valami újat, amit szeretnénk kiépíteni az életünkben. Tehát vannak tervek, vannak lehetőségek. De az is fontos, hogy legyenek itt döntések, legyen itt mozgás, és hogyan tudnánk kiépíteni azt, amit elképzelünk. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!